Jó reggelt kívánok ebben a 100 Glácia kempingben. Na, gyere már, parkolj ide. Pihentünk itt két éjszakát. 23 euró. Elég drága, ahhoz képest, hogy egy ilyen morvás helyre tudtuk csak a sátrat letenni. Egyébként ez szép a hely, fenyőfák vannak, csodás hegyek. Na mindegy, hát volt, persze rendben volt a vizes blokk, minden. Jó, hát akkor megyünk tovább a Pusztertál irányába. Na hát búcsúzó, még itt az üres vízmosás, és itt valamelyik hegycsúcsot hívják így, hogy 100 Glácia, és nagyon szép a környék, fenyőerdő mindenfele, hát jó magasan vagyunk, még 1600 méteren. Tegnap pedig arra kalandoztunk. Most is arra kalandozunk egy darabig, aztán északnak fordulunk Bruneck irányába, a Bádia völgyben. A villában kerestünk el élelmiszerboltot, kifogytak a készletek. Hát itt nem érdemes betankolni pékáruból, mert másnapra már száraz lesz. Úgyhogy minden nap érdemes frisset vásárolni. Jól néz ki, csak megpusztulunk az emelkedőtől a tegnapi hágómászások után. Itt vagyunk már Lavillában. Itt kell majd elfordulni Bruneck fele. Itt a körforgalomba. Jobbra. Az a lényeg, hogy finom. Mert különben kakaós csigára vágytunk már régóta, és akkor itt megtaláltuk az áhított kakaós csigát Lavillában, de aztán kiderült, hogy az áhított kakaós csiga nem kakaós, hanem mákos csiga. Na hát reméljük, hogy ez jó lesz. Itt egy ilyen lift lejáróba pakoltuk le a bringákat. Bádiában vagyunk, a Bádia völgybe megyünk lefele, északi irányban. Itt is jó meredekek a lejtők, lehet gurulni. Dél-Tirolban járunk még. Dél-Tirol eredetileg osztrák Tirol tartomány része volt. Fővárosa Bolzano. A dél-tiroli német ajkúak központja, kulturális központja most is Bolzano, az olaszoké pedig Trento. Hát északon ugye Tirol, a történelmi Tirol tartomány az úgy nézett ki. Északon a mai Tirol, akkor volt ugye Kelet-Tirol, Dél-Tirol és Vels-Tirol volt az olasz, a trentói rész. De viszonylag sok olasz élt itt azért a történelmi időkben is. Aztán 1919-ben a Saint-Germain-i békében Olaszország kapta meg az első világháború után Dél-Tirolt. Ugye aztán sok probléma volt itt a nemzetiségi viszálykodások voltak. Na nem vérre menő dolgok, de hát ugye a dél-tiroli német ajkúak nem akartak ebbe beletörődni. Kitaláltak lakosságcserét, az sem vált be. Végül teljes körű autonómiát kaptak a német ajkúak, úgyhogy ez megoldotta a problémát. Bádia völgy szépségeit élvezhetjük.
akármerre jártunk, boltokba, éttermekbe, bármilyen információs tábla, helység, névtábla, németül, olaszul, ladinul ki van írva, sokszor angolul is. A ladinok kulturális központja Tessen. Trentóról még annyit tudni kell, hogy Olaszország leggazdagabb városa, és tridenti zsinat itt volt az 1500-as évek közepén, amikor kezdett erősödni a reformáció, és katolikusoknak kellett valamit tenni. Ezen a zsinaton vitatták meg, hogy hogy lehetne visszaszerezni a katolicizmus régi fényét, és főként hatalmát, erejét. Ha valaki erre jár, hát sok mindent megnézhet, ugye a hegyeket, völgyeket, a Dolomitokat, de a városokat is érdemes megnézni. Például Merano városát, fantasztikus hegyek karéjában fekszik, fönt a havas csúcsok, lent pedig a pálmafák. Ugye délfelől az Alpok völgyein keresztül feljön a meleg levegő a tenger irányából, és északról meg véd. Hát ugye Ausztria felől a hegyek, Magas Tauer, Ziller Alpok, stb. Tehát 3000-es hegygerinc a határ, természetes hegygerinc. A Brennerhágon keresztül lehet átjutni. Persze vannak átkelő helyek, hágók, a Glockner út, vagy nyugat fele Timmelsjoch. Én most nem is tudok többet mondani, de van. De azért mindig fontos kereskedelmi kapcsolat volt német nyelvterületen élők és az itáliai déli népek között. Ez már megvolt az ókorban is, középkorban meg különösen, és aztán az újabb korokban pláne. Egy pillanatra megállunk. Nincs túl nagy forgalom, de azért jönnek folyamatosan. Az út sem mindig tökéletes, így félkézzel kamerafelvételt készíteni nem könnyű, és talán nem is biztonságos. És akkor egy kis vadvízi hangulat. Keltünk a Gáderbachon. Visszatérve az autonómiára, az Olaszországban élő német ajkúakra, hogy a problémát végül egy közös eurorégió oldotta meg. Tirol és Dél-Tirol egy eurorégiós zónába került, és ettől kezdve közösek az érdekek, a célok, a haszon. Ezekben a közép-európai, nyugat-európai országokban ezt a dolgot komolyan veszik, nem csak szavak szintjén, hanem a tettek szintjén is. Kellemes kis szurdogvölgybe kanyargózunk, Gáderpatak mellett. Az előbb említettem Merano városát, gyönyörű város Dél-Tirolban, Itáliában. Ehhez közel van egyébként Tirol névadó települése, Tirol falu,
Dorf Tirol, vagy Dorf Tirolló, vagy Comune Tirolló, nem is tudom már, hogy mondják. Tirol falu, ott is van egy vár, és a domboldalba szőlőültetvények, alma, hát csupa olyan dolog, ami nem kifejezetten a hegyek közt terem meg, de az említett kedvező időjárás miatt, hogy a völgyek nyitottak délfele, a mediterrán levegő beáramlik, és persze a szorgos kezek évszázados munkája is megtette a hatását. Kiváló mezőgazdasági kultúra van. Például a Vinchgau völgyben, Venosta völgyben is. Hello! Közeledünk Szent Martinhoz. Itt lehet fölmenni a Würzjoch hágóba. Van itt egy vár. Én az előbb, mintha láttam volna. Nem tudom, hogy látszódott a felvételen. És Ladin Múzeum is van. Középkori házikó, a Szent Antal kápolna, és háttérben egy nagy dolomit kúp. Bicikliút lezárva. Se gyalog, se kerékpárral. Hát ez szomorú. Akkor megyünk vissza az útra. Le van zárva, megyünk vissza akkor. Azért ezek az autentikus parasztházak, gazdasági épületek. Itt az Alpokban. Ezt a házat az előbb mutattam. Szemben most oldalról is, mint egy várkastély vagy valami uradalom. Nem volt jellemző erre a vidékre ez a nagy fa pusztulás, de hát... És még ott fönn is vannak alpesi gazdaságok. Félelmetes látvány ez a fenyő pusztulás. Úgy különben a völgy formája fantasztikus. Kanyonszerű, sziklás, legalábbis ez az oldal, vagy legalábbis, hogy az utat belevájták ide a hegyoldalba, patak fölé. Meglátjuk, alagút kerülések következnek. Tegyünk az alagútba. Imádkozni. Itt a kápolna. Megkerültük az alagutat. Gyönyörű út, elhagyott útvonalra értünk. Azt nem mondom, hogy biztonságos az alagutak előtt való átkelés,
De hát majd óvatosak leszünk. Alagútban nincs kedvünk bemenni. Főleg, ha ilyen gyönyörű szurdok völgybe mehetünk tovább. Már a következő alagutat kerüljük, sőt már a végére is értünk. És itt most az a jó, hogy nem kell kimenni az útra, mert itt már a következő alagutunk van. Itt is érdekes a látvány, az alpesi házikók, ott a nagy meredély oldalában hihetetlen helyekre építkeznek. Kerüljük, vagy inkább menjünk be. Ha rövid, akkor bemegyünk. Sajnos tovább nem mehetünk kőomlás miatt. Volt már sok lehullott kődarab ezen az elkerülő szakaszon, vagyis hát ugye ez a régi országú. Itt is. Úgyhogy most visszamegyünk is be az alagútba. Kiértünk az alagutakból, és most picit megállunk, hogy tanácskozzunk. Csere, itt van Bringa út, és így azért a nagy forgalmat elkerülhetjük. Most visszafordultunk, mert láttak itt egy padot a túratársak, és akkor egy picit leülünk pihenni. Inni. Van itt egy pad? Egy darab van, igen. Jó. München-Velence kerékpárúton tapossuk a pedálokat Bruneck fele. Tartottunk egy rövid pihenőt. Egy kis kávézással. És ott megtekintjük azt a kastélyt, amit úgy néz ki, mintha felújítanának, de lehet, hogy már fel is van újítva. Nagyon kellemes ez az út, nincs nagy forgalom, és vannak azért bringások, használják. Na nézzük csak merre. Itt balra kell menni. Szép kis városka. Az itt már nem az itáliai stílus dominál, hanem inkább az osztrák ízlés. Ezek az épületek, a főtér. És ami fontos, hogy van a főtéren kút, úgyhogy itt megtöltöttük a kulacsokat. És töltjük meg folyamatosan, természetesen. San Lorenzo di Sabatónál vagyunk. Egyik dúzasztása. Jó, bővízű ez a folyócska.
kis tévelgés után visszajutottunk a folyópartra, Brünekbe. Végre egy kis zöldbe megyünk, mert most már azért elég meleg van. Kerékpár út. Ilyen múrván vezet, jönnek ám szép számmal szembe velünk. Rianza folyó. Az Zuhatagos része, itt meg valami üzemvízcsatorna van. És arra lenne a város. De megmutatom a útjönvelőn szerintet, mert az úgy is ellenezett, de meg a folyó nincs. Egy kis lábfűtés, nem áll. De azért elég erős a sodrása, tehát hozzá egy fejest dobnánk, akkor meg se állnánk a városig. Azt gondolom, hogy ez végig ilyen. Pedig több helyen föl van duzzasztva a folyó, ahol úgy le kéne lassulnia előtte legalábbis. De nem lassul ott sem. Jól esett egy picit lehűteni a lábainkat. Bár attól tartok, hogy onnan nyugat felé. Még lehet, hogy felülről is kapunk egy kis vízhűtést. Mára már esti órákra ígértek némi esőt. A bringák is pihennek. Kell egy kis szünet. Azért itt figyelni kell, mert folyamatos a szembeforgalom. Rianza folyó már a Pusztertál nyugati irányába folyik, és a Dürrenzé fölött ered. Jártunk arra jó néhány napja. Kilenc százalékosan jöttünk itt föl a folyó mellett. És itt fölöttünk pedig egy vár trónol. Érdekes, hogy ez most földcsúszamlás, vagy bánya, vagy építkezések helye, vagy mindegyik. Dolgozik fenn a munkagép. Volt némi szünet a bejelentkezések között. Eltelt egy pár óra. A Brünek után hatalmas viharba keveredtünk, úgyhogy menekültünk a fa alá, aztán egy falusi biciklis pihenőt találtunk. Más bringások is voltak ott, úgyhogy meghúztuk magunkat, elkezdtünk szobát keresni. Hát, ha van valahol kiadó szoba, apartman, ilyesmi, minden tele van. A Pusztertálba, legalábbis ezen a helyen, ahol mi jártunk. Aztán egy kempinget is felkerestünk, de a kemping már megszűnt. Csak ilyen alpesi házikók voltak. Úgyhogy lekanyarodtunk a Stahlerzattel felé, Ausztria fele észak irányba. Ott vannak a hegyek, és a felhők, és hogy mi van mögöttem, hát lehet, hogy el is kell rakni a kamerát lassan.
Szóval próbálunk, itt van valami kemping. Nem tudunk róla sokat. Ha sikerül, sikerül. Oberrasszen. Gyakorlatilag itt minden németül van kiírva. Persze olaszul is, de azért inkább a német. Itt látható Steinerzett feliratok. Az első gyönyörű kis kúria, hegyi kastély, most sajnos zárva van. Von Studio, hát nem tudom, ez micsoda, ez nyilván ingatlanos. Itt is van valami hotel, hát ezek szerintem nagyon drágák. Most remélem a többiek nem kanyarodtak le, nem, ott vannak, jól. Gyönyörű helyek voltak itt Bruneck után, nagyon-nagyon szép. Megérkeztünk a kempingünkbe, elég viharverten, fáradtan, ázottan. A Stellerzattel alatt vagyunk, még az olasz oldalon. Ott fönt vannak havas. Hát úgy mondom, inkább hófoltok. És most jött be a köd ebben a szent pillanatban, mert eddig nem volt köd. Jobban mondva, hát ez a felhő. Nem is tudom, milyen magasan vagyunk, olyan 1200-2300 méter magasságban. Itt egy jó nagy kemping. Az út mentén végig csodálatos helyek voltak, kis falvak. Hát, mint egy meseország körülbelül, mint egy terepasztal úgy nézett ki. És azért érdekes mód, itt az esti órákban is folyamatosan mentek az osztrák határ felé az olasz rendszámú autók. De hát minden esetre mi megérkeztünk. És most vacsora, pihenés következik. És én nagyon szívesen megmutatom, milyen rettenetes nagy rendetlenség van az én egyszemélyes sátramba. Itt vannak a csomagok, hát remélem, hogy nem kapunk nagy esőt. És fotótáska, hűtőtáska, fotós cucc, rakás éjszakai cucc, mert hideg lesz. És akkor a kilátás így nagyon szép lesz. Távolra, és közelre pedig a mesztelen csigákat nézhetem, például. És van egy vízoló méretű